A hétvégén rendezték meg a 8-as evezős hajók második legnagyobb nemzetközi viadalát Bázelben. A magyar színeket a győri Visus Spartacus evezős klub versenyzői képviselték, akiket külön a svájci szövetség hívott meg erre a versenyre. Profi körülmények fogadták Bázelben a Révész Szigeti, Krenyák, Kaszás Légrádi, Bakaígy Bedők Révész 8-ast árult el Papozker klub igazgató. 80 egység több kategóriában indult a viadalon. A miaink az elit kategóriába kaptak besorolást, ahol végül 8-ként értek célba. Nagyon jól sikerült, hiszen a fiúk az elit kategóriában 8. helyen végeztek, de ez nem azért volt, mert nem tudtak jobban teljesíteni. Sajnos a Rajna vízfolyását azt nagyon meg kell ismerni, hiszen 6,4 kilométeren a Rajna jobban változik, mint a Nagy Duna, és ott nagyon meg kell ismerni azokat a helyeket, ahol a víz nem folyik, vagy lefelevezéskor jobban folyik. Ezt sajnos akik többször eveztek rajta, azok jobban ismerték. A győri evezősök most már csak a téli alapozásra koncentrálnak, hogy jövőre még eredményesebben szerepelhessenek a versenyeken.